Nagyszabású rendezvény részeként 2 év kihagyás után ünnepelt újra a DKSE tornászainak közössége a tornacsarnokban. A rendezvényen a meghívott vendégek megtekinthették a szakosztály kötelékébe tartozó sportolók bemutatóját, valamint díszvendégként ellátogatott Dunaújvárosba Supola Zoltán Európa-bajnok tornász is, aki a Cirque du Soleil-ben előadott számát is bemutatta a megjelenteknek. A rendezvény apropóján Trenka János edző azt mondta, mind a szakosztály edzői, mind pedig a sportolók számára kiemelten fontos esemény ez a gála rendezvény. Ez a nap az egyik legfontosabb számunkra azért, mert minden hozzánk járó gyermek, aki nincsen távol, nem beteg, tehát aki egészséges és itt van, mindenki bemutatja azokat az apró kis dolgokat, amit igazából egész évben tanultak, és ami még egy nagyon jó, hogy egy szép nagy tömegdemonstráció, tehát az, hogy tényleg milyen sokan vagyunk, szülőket is mennyire érdekli ez az egész dolog, tényleg sokan kijárnak eleve, amikor edzések vannak, és akkor is nézik a gyerekeknek az edzését, karzat folyamatosan tele van, de igazából itt most már egy teljes talajt, egy 196 négyzetméteres talajterületet is ki kellett ahhoz üríteni, hogy igazából mindenki elférjen. Az esemény díszvendége az Európa-bajnok olimpikon Supola Zoltán volt, aki büszkén vállalt a Trenka János felkérése nyomán részvételt. Nagyon vártam ezt a napot, hallottam a vezetőségtől, Janiéktől már több hónappal ezelőtt, hogy lesz ez a gála, és nagyon örültem, hogy pont itt tudok lenni, és el tudok jönni megnézni ezt a fantasztikus dolgot. Anno, mikor én fiatal voltam, nem volt túl sok gálában részem, de úgy érzem, hogy ez nagyon fontos dolog mind a gyerekek, mind a szülők részére, hogy megmutassák, hogy mire képesek és mit tudnak, és szerintem ez egy fantasztikus dolog minden évben az, hogy megünnepeljék önmagukat és azt, amit elértek. A rendezvényen a DKSR tornaszakosztály kötelékébe tartozó fiatal és tapasztaltabb sportolók is egyaránt részt vettek. Mint azt Kovács Zsófia elmondta, a sportolók is hatalmas lelkesedéssel várták már a gálát. Nagyon szeretem ezeket a gálákat igazából, így összegyűlik a csarnok, összes tornász, a versenyzője, hobbisa, óvisa, úgyhogy ilyenkor tényleg megmutatkozik az, hogy milyen sokan is vagyunk tornászok, tornászbarátok, akik szeretik a tornát, úgyhogy mindig nagyon jó szívvel készülünk erre a kis összejövetelre. A városvezetés képviseletében Matyovszky Mátyás önkormányzati képviselő, a Település Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke volt jelen. Azt mondta, mindig nagy örömmel látogat el a tornacsarnokban szervezett rendezvényekre. Hozzátette, azt is nagyon jó látni, hogy meg annyi boldog fiatal tornázik a DKSE színeiben. Azt gondolom, hogy minden dunaújvárosi sportszerető nagyon pontosan tudja, hogy milyen eredményes a dunaújvárosi tornasport, és mennyi olimpikont, sőt olimpiai bajnokot is adott ez a szakosztály a városnak és az országnak, úgyhogy azt mondom, hogy fantasztikus, ami itt folyik, és hát ha körülöttem körbenézünk, most is látszik, hogy mennyi jókedvű, mosolygós gyerek folyamatosan végzi a munkát, tornáznak, ugrálnak, aranyosak, imádom őket. A rendezvény írásos összefoglalóját, valamint az eseményről készült képgalériát a Dunaújváros online-on megjelent összegzésben tekinthetik meg a sporták szerelmesei.